A magyar láptollabda válogatott soraiban több újszászival 4. és 3. helyjel zárta a hongkongi világbajnokságot. A nemzetek közötti versenyben a legjobb európai csapatként a 4. helyen végzett. Vietnám, Kína és Hongkong áll előtte a rangsorban. Vietnám vitte el 5 bajnoki címmel és 2 világbajnoki címmel és 2 ezüstérmmel. Kína nyert 2 világbajnokságot és 5 ezüstérmet. Hongkong 4 bronzot, Macau 2 bronzot, és hát Németország nyert férfi párosba, ott szorosan kikaptunk tőlük az előcsatározások során, és akkor ők fogtak még egy érmet, de a pontversenyben Németországot 6 ponttal megelőztük, tehát a európai vezető szerep továbbra is a miénk. A 2. hely közül 2 enyériben szereztek a magyarok. A válogatott legfiatalabb tagja az újszászi Vakhal Krisztinától bravúr volt, hogy eljutott a bronzmeccsig. Ott a 2007-es világbajnoktól kapott ki. A férfiaknál a szintén újszászi Herceg Gábor is éremért játszott, de a hazai versenyzőtől 2 játszmában kikapott, így nem védte meg bronzérmét. A hazai pálya előnye is közre játszott. A hazai szurkolók buzdítása biztos sokkal többet jelentette a hongkongi játékosoknak, mint nekünk. Reménykedem, hogy a következő világbajnokságon újra visszatudom ezt a titulust szerezni. A vegyes párosban is Hongkong volt az ellenfele a magyaroknak, és ismét nyert a házigazda. A Tóth Gábor Kunics Réka duó az első szedben csak minimális különbséggel kapott ki, a másodikban viszont már nagyobb lett a hazai fölény. A férfi párost, Tóth Gábort és Herceg Gábort is a legjobb 4-be várták előzetesen, de a nehéz csoportjukban 3 vereséget is szenvedtek. Az alsóházban már hozták a meccseiket, így 5-ek lettek. Fizetett játékosok vannak, tehát ők profi játékos, mi hobbi szinten űzzük ezt a láptollabdát, valamint Hongkong közelebb van Kínához, tehát többet tudnak edzeni, illetve megfelelő mennyiségű versenyt is tudnak velük játszani. A női páros is nehéz ágat kapott, a németeket legyőzték, de 3 ázsiai egységtől is kikaptak, így ők is csak az 5. helyért játszhattak. 2 győzelemmel ez össze is jött nekik. A női csapat soraiban az újszászi Farkas Lillával a csoportselejtezőben 2 meccset megnyert, mielőtt kikapott Vietnámtól, így a 4 közéjutásért játszhatott, de Macaót nem tudta megverni szoros meccsen. Az alsó ágon azonban újabb győzelmek következtek, ami 5. helyet ért. Nagyon izgalmas volt olyan csapatok ellen és olyan országok ellen játszani, akik tényleg nagyon régóta láptollabdáznak, és tényleg sokkal másabb volt velük játszani, mint a magyar csapatok ellen, és nagyon nagy élmény volt szerintem mindannyiunk számára ez. A férfi csapat a papírformát igazolva bejutott a legjobb 4 közé, az elődöntőben a későbbi világbajnoktól, Vietnámtól kapott ki, majd a bronzmeccsen is nagy különbségű vereséget szenvedett Hongkongtól.